Hát annak ellenére, hogy én is dohányzok, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Számomra olyan előnyökkel jár például, hogy mikor bemegyünk egy zárt helyre, főleg ugye télen szórakozni, akkor utána nem lesz például fűszagú a ruhám, és nem, nekem is azért így az erős töményfüst irritálja a szememet. És azóta ugye szinte mindenki kijön ide a kollégium elé, vagy az egyetemen is a bejáratok elé. Ennek szerintem igazából annyi hátránya van, hogy ugye itt gyülekeznek az emberek, éjszaka főleg már így buliból kijön hangosabbak is, és a lakókat ez valószínű nagyon zavarja, hogy felszáll a füst, valamint hogy sokkal több ember van az utcán, mint egyébként lenne. De ennek ellenére egy jó dolognak tartom, viszont azért ugye vannak ilyen hátrányai, meg hát persze télen az, hogy nagyon hideg van, de úgy tapasztaltam, hogy ezt mindenki megoldja. Igazából úgy gondolom, hogyha egy megfelelő rendszert kitalálnának erre, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy a kollégium belül például lehessen dohányozni, mert ugye nekünk a fő problémánk az, hogy közintézménynek minősítik az összes kollégiumot, és ezáltal az 5 méteres körzetükben abszolút tilos a dohányzás. Mi esetünkben már az is megoldást jelentene, hogyha mondjuk lakóépületnek nyilvánítanák, hiszen ekkor a kollégium belterületén lehetne egy dohányzóhelyiséget kialakítani. Szerintem nem kellene ennyire radikálisan venni azt, hogy minden egyes szórakozóhelyen, zárt térben tilos legyen a dohányzás. Az egyértelmű, hogy például közintézményekben, iskolákban, óvodákban ezt jó dolog megtiltani, hogy a 18 éven aluliak ne dohányozzanak, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy olyan szórakozóhelyeken, ahol hozzátartozik ez, vagy például kocsmákban, ahol ez tulajdonképpen az embernek egy ilyen megszokása az, hogy egy ital mellé, vagy egy kávé mellé elszív egy cigarettát, hogyha ott kérvényezné valaki, akkor bizonyos feltételekkel ezt meg lehetne engedni, tehát például egy külön térben, ami le van választva, vagy esetleg egy modern elszívórendszerrel, ezt szerintem nagyon jól meg lehetne oldani. Úgyhogy ez mindenféleképpen szerintem érdemes lenne átgondolni. Annyiban változtak meg, hogy főleg télen, amikor rossz idő volt, akkor kevesebbet gyújtottam rá olyan helyen, ahol ugye nem szabad. Akkor meggondoltam, hogy inkább kimegyek a hidegbe, és ott 5-10 percet esetleg beszélgettek a többiekkel, vagy pedig inkább nem megyek ki, és akkor majd később esetleg, mikor elindulunk haza, majd akkor útközben esetleg elszívok egy szál cigarettát. De annyira radikálisan nem változott ez az egész dolog. Kevesebb cigarettát nem szívok ettől függetlenül, a körülményesebb lett az egész dolog, tehát jobban meg kell gondolni az embernek, hogy hol gyújt rá. Erre tudnék egyébként mondani például egy vicces példát, az egyetem kert mellett van a Budafoki úttal párhuzamos oldalon egy szakasz, ahol például a törvény szerint nem is lehetne rágyújtani, mert ugye a buszmegálló annyi helyet foglal el a járdából, hogyha az ember esetlegesen elmegy ott dohányozva, akkor gyakorlatilag meg is büntethetnék, holott ő igazából nem a buszra vár, szívhatná a cigarettáját, de ennek ellenére mégis megbüntetik. Igazából annyira nem. Tehát én azt tudom mondani, hogy engem nem feltétlenül zavar az, hogy néhány helyről kilettünk tiltva, mint dohányosok, viszont úgy gondolom, hogy ennek egy sokkal kulturáltabb, bocsánat, nem kulturáltabb, mert jelenleg is kultúrát, hanem egy sokkal szolidabb módját meg lehetett volna oldani, tehát hogy nem teljes kitiltás bizonyos területekről, hanem megfelelő helyiségek kialakítása. Tehát mint az elején is említettem, úgy gondolom, hogy egy megfelelően kialakított dohányzóhelység abszolút mértékben szűrni tudja az ilyen jellegű problémákat. Nem, ez engem nem befolyásol, hogyha elmegyek szórakozni, akkor vagy meg tudom azt állni, hogy nem menjek ki, és hát odabent ugye semmiféleképpen sem gyújtok rá, de most az, hogy ha egy szórakozó helyre nem lehet bent dohányozni, vagy nem olyan szabadtéri szórakozó helyhez megengedett, akkor engem nem fog vissza az, hogy most elmenjek, vagy nem menjek. Ettől függetlenül maga a program miatt, vagy a társaság miatt úgyis el fogok menni, legfeljebb az, hogyha rá akarok gyújtani, akkor az annyi kellemetlensége jár, hogy nem tehetem meg akárhol, hanem akkor fel kell öltözni, ki kell menni, lehet, hogy utána visszajövök, akkor sorba kell állni megint, és ezért van az, hogy inkább ilyen esetekben meggondolom, hogy kimenjek-e, hogy megéri-e, és egy kicsit talán azt mondom, hogy azóta kevesebbet gyújtok rá. Az a baj, hogy nagyon sok helyen tényleg csak úgy oldják meg, hogy kiraknak egy ilyen hamutartót, és valahol
tisztán tartják a környéket, van, ahol rendszeresen ürítik, de itt is például az a baj, itt a kollégium előtt ezen a 20-30 méteren van egy darab cigarettatartó, és a kollégiumban is nagyon sok ember lejön ide dohányozni, és az a baj, hogy sokan nem is férnek hozzá oda, itt kerülgetni kell őket, és hát a csíktartót se szokták üteni, tehát volt már olyan, hogy azért nem is tudtuk elnyomni benne, mert egyszerűen így egy nagy kupac csík volt benne, és leborult volna az egész. Úgyhogy ezen lehetne még változtatni.